A Kisküküllő mentén Kibéden járunk. A székelyföldi magyar település egykoron a történelmi Maros-szék egyik legnépesebb faluja volt. Ma valamivel több mint 1500-an élnek itt. A hagymatermesztés hazájaként ismert Kibéd keletkezését és korát sok titok övezi, de az bizonyos, hogy a falunak nem csak a különlegesen finom lila hagymatermés, hanem egy ősi nemesi családtagja is hírnevet szerzett. 600 évvel ezelőtt, Zsigmond király idejében Péterfi Miklós két jelentős győzelmet aratott a temességbe betörő törökök felett, és ezzel kiérdemelte a nemesi címet. A kibédi Péterfiek évszázadok óta úgy tartják, hogy ereikben a hős Péterfi Miklós nemesi vére csörgedezik, ezért a győztes csaták 600. évfordulóján megszervezték a Péterfi családok első találkozóját. Így július végén majd 300 Péterfi leszármazott gyülekezett Kibéden a szombati hálaadó Isten tiszteleten. A Péterfi család tagjai akármilyen távol is éltek, és akármilyen generáció óta nem éltek Kibéden, mégis hazatértetek. Hiszen ha a nevetekben ott van az, hogy Kibédi Péterfi, akkor ez a név, ez összeköt benneteket, és ez a falu, ez a település összeköt bennünket. Igét az Ausztráliából hazatért Péterfi Kunt lelkész hirdetett, az úrvacsoraosztásnál pedig Péterfi György budapesti lelkész végzett szolgálatot. A szintén Magyarországról érkezett Kossuth-díjas szobrászművész Péterfi László unokatestvéreivel közösen álmodta meg a találkozót. Mostantól a művész saját alkotása a kibédi templomkertben elhelyezett Bethlen Gábor mellszobor hirdeti a világtalálkozónak is nevezhető esemény emlékét. Szükségét láttuk Péterfi Árpád, mondhatom, 5.-6. unokatestvéremmel, és Péterfi Ferenccel, aki első unokatestvérem, hogy próbáljunk itt egy olyan találkozót megszervezni, ahol az még elérhető családtagok összegyűlnek Kibéden. A Péterfiek pár órára joggal érezhették úgy, hogy egyetlen országhatár sem választja el őket, hiszen a szélrózsa minden irányából érkeztek a családtagok, rokonok, unokatestvérek, hogy megismerjék egymás és a híres família történetét. Kolozsvári születésű vagyok, de jelenleg Sydney, Ausztráliában szolgálok, immár 20. éve. Családommal együtt érkeztem, feleségem Réka és a 4 gyerek, Tekla, Hunor, Magor és Saroltal, és természetesen a tágabb család, a testvéreim, édesanyámmal együtt veszünk részt ezen a 600 éves találkozón. Azért tartottam fontosnak, mert a nagyajtai Péterfi család kutatásában odáig jutottunk, hogy kiderítettük, hogy nagyajtai Péterfiek is valamikor a kibédi Péterfiektől erednek. Most ez a vonzat óhatatlanul oda vezetett, hogy amikor megtudtuk, hogy ezt a világtalálkozót szervezik, rögtön bejelentkeztünk, hogy mi ezzel részt akarunk venni. Péterfi Gyöngyi pár éve Amerikából hazatelepült költőnő is örömmel vett részt a találkozón. Ez egy olyan ügy, hogy én, aki az összmagyarságban gondolkoztam, azt mondtam, egymáshoz tartozunk, bárhol ez, bárhol vagy, akkor természetes, hogy a családommal való összetartozás, ez egy olyan erőt nyújtó esemény. Muzsika és néptánc kísérte az ünneplést a művelődési házban, ahol a családfakutatás sok-sok életúttal és személyes történettel egészült ki. Nem is tudjuk, nem is tudtuk, hogy ennyi Péterfi van a világban. És ezek mind innen származtak, ebből a mi kis falunkból, és hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy öröm, és nagyon-nagyon jó érzés. És örülök, hogy itt lehettem, hogy lehetőségem volt hazajönni, én elég gyakran jövök ide a faluba, és mi itt a faluba Péterfik nagyon összetartunk, meg hát tartsuk a rokonságot, barátságot, de hogy ennyi idegenből jött Péterfivel is találkozni, ez egy nagyon jó dolog. Voltak olyan családtagok is, akiket még nem is láttam, és most megismerkedhetek velük is. A kibéri Péterfi család tagjai megmutatták, bárhol is élnek a világban, ma is fontos számukra az, ami összeköti őket, és személyesen is megtapasztalhatták, hogy egy család történelmén át a nemzet történelmét is meg lehet ismerni.